Sziasztok! Ebben a videóban Babits Mihály életművével ismerkedünk meg röviden, tehát megbeszéljük, mik azok a jellegzetességek, amik Babits Mihály költészetét jellemzik. Ha eddig még nem tetted volna, akkor esetleg érdemes megnézni a Babits Mihály életútjával foglalkozó videót is. Na, vágjunk is bele! Ugye Babits Mihály manapság már eléggé távol áll a mostani olvasóktól, főleg a mostani gimnazistáktól, azok közé, a költők közé tartozik, akiket azoknak is kicsit nehezére esik értelmezni olykor, akik pedig egyébként szeretik az irodalmat. Ez két dolog miatt szokott így lenni saját tapasztalatom szerint. Az egyik az, hogy Babits egy úgynevezett poéta doctus. Ha emlékeztek, Csokonainál találkoztunk ezzel a fogalommal korábban. A poéta doctus azt jelenti, hogy tudós költő. Tehát egy nagyon nagy műveltséganyagot mozgat. Babits korában más volt még az általános műveltségnek a normája, mint manapság. Akkor például alapvető volt, hogy egy gimnáziumban tanultak latinul, vagy akár még ógörögül is, de Babits még a saját kortársait is lenyűgözte a műveltségével. Folyamatosan tanult, folyamatosan olvasott, folyamatosan ismerkedett a régi korok kultúráival. És ami még fontosabb, hogy ez nála nem csak egy ilyen halott műveltséganyag volt, amivel esetleg lehetett társaságban villogni, vagy föl lehetett dobni a verseket, hanem ő nagyon elevenen meg is élte ezt az egész műveltséganyagot. És a poéta doctus azt is jelenti, hogy nem csak nagy műveltséggel bírt, hanem nagyon nagy tudása volt azzal kapcsolatban is, hogy hogyan kell irodalmi műveket írni, verseket írni. Tehát egy nagyon nagy mesterségbeli tudása is volt, és ennek következtében, vagy ennek köszönhetően is, nagyon nagy műgonddal alkotta meg a szövegeit, nagyon sokat csiszolgatta a műveket, és nagyon finoman kidolgozottak a Babits versek többnyire. És ezeket a finomságokat nyilván csak az veszi észre, és annak jelent értéket, aki járatos ezekben a klasszikus irodalmi hagyományokban. És ami még Babitsnak a védjegye, ha úgy tetszik, amit ugye kis parodizált Karinti az Így írtok tiben, hogy nagyon sokszor szinte már ilyen andalítóan dallamos a verszzenéje, nagyon sokszor használ például alliterációkat, tehát van egy ilyen nagyon jellegzetes babicsos verszzene. Tehát az egyik, ami miatt távol általán a ma olvasójától egy kicsit Babits, az az, hogy nagyon erősen támaszkodik erre az antik műveltség anyagra és mesterségbeli tudásra. A másik dolog, ami talán egy picit nehezebben megközelíthetővé teszi Babitsot, legalábbis a laikusok számára, akik ugye alapból nem nagyon foglalkoznak irodalommal, az a sajátos hozzáállás a világhoz és a művészethez, amit egy ilyen szép idegenül hangzó szószerkezettel, esztétizáló modernségnek szoktunk hívni. Használtam már a korábbi Babits videóban is ezt a kifejezést, hogy esztétizáló modernség, ez így nagyon jól hangzik, főleg érettségén mindenkit le fogtak vele nyűgözni, de azért az sem állt, hogyha értitek, hogy ez mit jelent. Tehát az, hogy valaki esztétizáló művész, az azt jelenti, hogy a művészetben nem a valóságnak a leképezését látja. Tehát nem azt tartja a művészet céljának, hogy ábrázolja a valóságot valamilyen módon, vagy valamiféle tükröt állítson az emberek számára a valóságról, mint például a realizmus, hanem ehelyett a művészetet, a versírást egy önálló, teremtő folyamatnak látja, egyfajta világteremtésnek, kicsit az isteni teremtéshez hasonló tevékenységnek látja a művészetet, aminek nem feltétlenül feladata az, hogy a valósággal foglalkozzon. És ez az a hozzáállás, amit egyébként nagyon sokszor szemére is hánytak Babitsnak, főleg a háború utáni irodalompolitikusok, hogy ő kevésbé foglalkozik társadalmi kérdésekkel, nem foglal álláspolitikai kérdésekben, vagy látni fogjuk, hogy ez egyébként egyáltalán nem igaz. Tehát direkt módon valóban nagyon ritkán foglal állást, de az, hogy valaki nem tartja feladatának a valóság ábrázolását, az nem jelenti azt, hogy hidegen hagyná azt, hogy mi történik a körülötte lévő világban. Tehát ez jelenti azt, hogy esztétizáló, a modernség pedig egyszerűen annyit jelent, hogy a romantika utáni művészet körébe tartozik. Ha emlékeztek, annak idején tárgyaltuk a modernségnek a különböző szakaszait, és hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve a modernség körébe tartozik minden olyan művészeti irányzat, ami a romantika után alakult ki.
Na, tehát ezt jelenti az esztétizáló modernség, és ez a fajta hozzáállás nagyon erősen jellemzi Babits művészetét, tehát ha úgy tetszik, a Babits versek egy ilyen külön kis univerzumot alkotnak, ami vagy bejön valakinek, vagy nem, de az biztos, hogy sokkal nehezebb hozzá kötődni egy laikusnak, pont ezért, mert egy picit így az időtől, meg a történelemtől távolságot tartva egy ilyen saját kis művészi, esztétikai univerzumban léteznek ezek a Babits versek. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyon is kellene Babitsot olvasni, pont azért, mert ezt a művészet, vagy ezt a műveltség anyagot mozgatja, és hogyha az ember veszi a fáradtságot, és picit mélyebben beláss ezekbe a versekbe, esetleg utána néz annak, amit nem ért, akkor nagyon is időtálló, és a mai napig érvényes igazságokat mondanak ki a Babits versek, de hát ezekre majd úgyis visszatérünk a konkrét versek elemzésénél. Na, de nézzük röviden valójában az ő költészetének az alakulását, beszéljünk egy kicsit a kezdetekről. A Holnap antológia, ami ugyanabban az évben jelent meg, mint a Nyugat, 1908-ban, a másik olyan kiadvány, ami a modern magyar irodalom kialakulásához tevékenyen hozzájárult. Nagyváradon működött a Holnap kör, ami fiatal költőknek a társasága volt, a köre volt, és ők adták ki ezt az antológiát, ezt a gyűjteményes kötetet, amiben többek között Babits is szerepelt, és itt figyeltek fel rá a Nyugat szerkesztői, és elég hamar publikálni is kezdett a Nyugatban, tehát szinte, ha nem is pont a Nyugat indulásától, de nagyon hamar megjelentek versei a Nyugatban. És az első kötetét is a Nyugat adta ki, ennek az volt a cím, hogy Levelek Iris koszorújából, itt láthatjátok az eredeti első kiadásnak a borítóját. És itt már egy ilyen nagyon sajátos, nagyon babicsos, és nagyon érett költői nyelvvel állt a világ elé Babits. Az egyik dolog az, hogy ami miatt szintén egy picit nehéz a mai fiataloknak, meg hát talán már a mai felnőtteknek is Babitsot olvasni, az, hogy ugye a költészettől általában azt várjuk, hogy elolvassuk egy költő versét, és akkor abból megismerjük az ő érzéseit, az élményeit, amit picit összevethetünk a saját élményeinkkel, ezt hívjuk élménylírának, amikor érzéseket, hangulatokat várunk egy verstől. Na most Babits nagyon nem ilyen. Babits nagyon nem egy kitárulkozó költő. Attól, hogy valaki Babits verseket olvas, főleg a korai Babits verseket olvassa, nagyon keveset fog megtudni magáról, Babits Mihályról, mint emberről. Tehát lírikusként egyfajta távolságtartás jellemzi, nagyon tartózkodóan beszél magáról, és akkor is, amikor hát kvázi magáról beszél, akkor különböző tárgyak, szerepek mögé bújik, különböző stílusokat idéz meg, tehát ilyen nagyon közvetett módon mondja el a mondandóját, vagy a véleményét a Babits versekben. Tehát ez nagyon távol áll az élménylírától. És szintén nagyon erősen jelen van a Babits versekben a filozófiai kötődés, a filozófiai érdeklődés. Ugye filozófia szakot is végzett az egyetemen, és nagyon mély filozófiai érdeklődés jellemezte. Ő nem kisebbet próbált véghez vinni a költészetével, mint a világ nagy igazságait megragadni, a világról valami olyasmit mondani, ami időtől függetlenül igaz, valahogyan megragadni a nagy egészet. Tehát nagyon, nagyon, nagyon komoly és nagyon ambiciózus filozófiai szándékai voltak a verseiben, vagy ilyen filozófia mondani valókat fogalmazott meg. Formailag is nagyon sokszínű, ugye, mint mondtam, nagyon, nagyon járatos volt a költészetben, nagyon jól ismerte a klasszikus formákat, és ezeket nagyon bátran használja is. Hogyha stílusok szerint szeretnénk a korai Babitsot besorolni, akkor nagyon erősen hatott rá a szecesszió művészete, amit az erős túldíszítettség jellemez, az impresszionizmus, ami a pillanatnyi benyomásoknak a megragadását jelenti, és a szimbolizmus, amiből pedig a legfontosabbak az olyan költői képek, amik nagyon sokértelműek, rejtélyesek, többféleképpen megfejthetők. Tehát nagyjából így lehetne jellemezni Babits lirájának a kezdeti szakaszát. Aztán érdemes egy pár szót beszélni
a háború idején írott, vagy a háborút közvetlenül megelőző, illetve a háború idején írott szövegeiről Babicsnak, már csak azért is, hogy cáfoljuk ezt az ítéletet, hogy őt ne foglalkoztatták volna a világ dolgai, vagy a társadalom dolgai. És Babics abból a szempontból is kiemelkedő, hogy Adihoz hasonlóan a kezdetektől fogva ellenezte a háborút, tehát nagyon világosan látta ennek a háborúnak az embertelenségét, annak ellenére, hogy egyébként biztosan tanultátok ezt töréből is, hogy az ország nagy részén egy ilyen háborús lelkesedés vett erőt, és nagyon kevesen voltak azok, akik józanul meg tudták ítélni, hova vezet ez a háború, de Babics ezek közé tartozott. És a háború idején született verseiben szemben áll ezzel a háborús propagandával szemben, és a háború pusztításával szemben valamiféle általános humanizmust hirdet, tehát azt gondolja, hogy az erőszakkal szemben az egyetlen fegyver az általános emberszeretet, a humanizmus. Lehet ez a felvilágosult humanizmus, ami előtt minden ember egyenlő. Egyébként Babicstól abszolút távol állt mindenféle radikális nacionalizmus, mindenféle rasszizmus, tehát ő a korszellemmel nagyon erőteljesen szembe menve vallotta ezeket az általános emberi értékeket. Ezeket a verseit egyébként, amelyekben reflektál a háborúra, a Recitatív című kötetben gyűjtötte össze, ami 1916-os, ahogyan a borítóról is láthatjátok, és a leghíresebb háború ellenes verse az a húsvét előtt. És ezekben a szövegekben egyébként már a verszene is egy kicsit megváltozik, kicsit töredezettebb lett, töredezettebbek lettek a mondatok, és az expresszionizmusnak a hatása érezhető rajtuk, vagyis ez a nagyon erős érzelem kifejező jelleg. Aztán, ami a 20-as, 30-as évek liráját illeti, több változás is megfigyelhető, ezekre most nagyon vázlatosan térek ki, tehát nem fogom kötetenként tárgyalni az egyes jellemzőket. Az egyik fontos dolog, hogy még a háború idején lett egyre inkább megfigyelhető, hogy megjelenik az etika, vagyis az erkölcs nézőpontja Babics verseiben, vagy az etikának a perspektívája, a morálnak a perspektívája, és a háború után, a háború hatására egyre inkább odafordul a katolicizmus felé Babics. Arról már beszéltünk az életrajznál, hogy ő egyébként egy hívő katolikus családból származik, de aztán egyre inkább a katolicizmusban látja meg ezt a nagy általános eszmét, ami összefoghatja az emberiséget, és elhozhatja a békét a háborúval szemben. Tehát a katolicizmusban látja ezt a nemzetek és mindenféle korlátok fölött álló általános emberi humanista szellemiséget, ami esetleg elhozhatja a békét és egy jobb világ felé vezet. És a katolicizmus hagyománya egyre inkább szövegszerűen is megjelenik majd a verseiben. És ahogyan haladunk előre az időben, majd illetve később, amikor már a betegség is egyre inkább meghatározó Babics életében, egyre inkább megjelenik az ő költészetében is a valamiféle önfeltárulkozás, az önértelmezés, a vallomásosság, tehát ez a távolságtartó, talán a mai olvasónak egy kicsit hidegnek tűnő Babics egyre többet árul el magáról, és ahogyan telik az idő, és egyre inkább súlyosbodik a betegsége, értelemszerűen a halál közelsége is egyre inkább megjelenik, a szembenézés a halállal, és ez elhoz valamiféle vallomásosságot. És a másik visszatérő téma Babics életművének a második felében, az a költői szerepnek a miben léte. Hogy mi a művészek, és ezen belül a költők szerepe a világban, és ez elég hamar valamiféle prófétai szerepként jelenik meg, és a költőiséget valamiféle profétaságként jeleníti meg. Ennek aztán a kicsúcsosodása az utolsó igazán nagy műve, a Jónás könyve lesz, ahol ezt a problémakört a maga komplexitásában egy ószövetségi történeten keresztül vizsgálja, és tulajdonképpen a saját egész életművére reflektál a Jónás könyvével, illetve a kicsit később keletkező Jónás imája című versével.
Na, nagyon röviden elhadarva, nagyjából ezt lehet elmondani Babits lírájáról, de...